18 éve vesz részt a település irányításában Lőci László, ebből 4 évig képviselő volt, és már 14 éve polgármester. A mindössze 250 fő lélekszámú jágónak Dombovártól 7 kilométerre fekszik, 3 megye határán. A település előregedőnek mondható, ezért az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja az itt élő időseket, és ösztönzi a fiatalok letelepedését, helyben maradását. Nagyon sok fiatal beköltözött Dombovára, környező településekre. Ez mind attól függ, hogy ki hol talált magának párt. Nagyon kevés gyereklétszámmal rendelkezünk, de mind óvodások, mind iskolások kaposzekcsőre járnak óvodába, iskolába. Ugye az iskola az kliknek a fenntartásában van, az óvoda az közös fenntartásban van kaposzekcső településsel. Külön az önkormányzatok letelepedési támogatása nincs, viszont január 1-e utáni testületi ülésünkön hoztunk egy olyan döntést, hogy minden itt született gyermek után 30 ezer forint támogatást nyújt az önkormányzat a fiatalok számára. Lehet, hogy nem sok, de a mi költségvetésünkhöz képest azért egy nélvadó tétel. Várjuk is, hogy szülessen több fiatal, szeretnénk is őket támogatni, amennyire az önkormányzatnak a költségvetése engedi. Minden évben meg szoktuk tartani az idősek napját. Idén is szeretnénk, ilyen 80-90 fővel szokott lebonyolódni ez a rendezvény. Itt vendégül látjuk az időseket vacsorával, itallal, zenés műsorral, sőt minden évben egy sztár vendéget az ő korosztályukhoz mértan szoktunk hívni, amelyek nagyon szoktak örülni, és a végén, hogyha mennek el, akkor még meg is szoktuk őket ajándékozni. A vírushelyzet szerencsére nem viselte meg jágónak lakosait, már az őszi és téli rendezvények igényesebb kivitelezésén dolgoznak, amivel talán kárpótolni lehet az itt élőket az elmaradt tavaszi és nyári programok miatt. A vírushelyzet az, megmondom őszintén, a kis települések egészen másképp élik át a járványhelyzetet. Nálunk annyira, nem lehet mondani, hogy annyira be kellett volna zárkózzunk, mivel, mint mondtam, hogy kis lélekszámmal vagyunk a település életében. Nem nagyon volt nekünk akkor nagy változás, hogy most éppen be kellett zárkodnunk. Természetesen az óv intézkedéseket megtettük, település lakóit kiértesítettük, és ugye szabályokat, amit ugye a kormány előírt, azt mindent megpróbáltunk betartani. Egyetlen egy alkalommal volt az, hogy egy fiatal ember ugye kint Németországban egy fuvarozó cégnél kamionsofőrködik, de ő is hazajött, és mindenféle mondás nélkül ugye karanténban, önkéntes karanténban ment a családjával együtt, úgyhogy nekünk végül is ebből olyan nagy probléma nem volt. Falunapot szoktunk tartani minden július 2. szombatján. Koronavírusra való tekintettel le kellett mondunk mindenféle fellépést, holott már két ugye sztár vendéggel is volt szerződésünk, lemondtuk, és úgy döntöttünk, hogy szeptember végén szokott lenni a településen a nyálzáró ünnepség, most ezt egy kicsit feljavítjuk, van már a fellépőnk is, aki fel fog lépni, ez egy szeptember 25-én péntek délutáni rendezvény lesz a településnek, és akkor egy utca ballal fog zárulni. Gyerekeknek ugyanúgy ringlispilt, óriás csúszdát fogunk biztosítani, és mindenkit ugye egy vacsorával fogunk várni. A faluban is zajlik közmunkaprogram, és több sikeres pályázat megvalósításán is dolgoznak. Közmunkaprogramban jelenleg 5 fő alkalmazunk, 6 fővel voltunk, az egyik úri ember az most ahol a belejével felmondott, hála jó Istennek, talált magának jobb munkahelyet, jobban fizető munkahelyet. Most jelenleg 5-tel vagyunk, ugye hó végén szeretnénk pótolni még azt az egy főt, abból van egy óvoda kíséretünk, mivel ugye nem kaposzekcső, vagy nem jágonakon nincs óvodánk, így kaposzekcső jár, és akkor így biztosítja az önkormányzat a felügyeletet a gyerekeknek a kíséretébe. Többi munkásokkal ugye a mindennapos faluban lévő munkálatokat végezzük el, fűnyírás, takarítás, szemétszedés, épületeknek a rendbetartása,
akkor buszmegállóknak a takarítása, téli időszakban ugye a tűzifavágás, szociális tűzifa kiosztás, és ugye határunkban is azért elég sok földes út van, amit ugye rendbe kell tartani, árkok, ilyesmi, azokkal a karbantartásával foglalkozunk. Magyar Falu programban nagyon sok próbálkozásunk volt. Amit azt lehet mondani, az első nyert pályázatunk az a temetővel kapcsolatos. Oda nagyon régóta szerettünk volna közvilágítást kiépíteni. Ez most ebben a program keretében sikerült. 6 darab napelemes lámpatestet tudtunk kihelyezni. És ezzel a pályázattal kapcsolatban egy új halottas hűtőt is beszerzünk, annak még, az még folyamatban van, és a temetőbe az utat szeretnénk újból egy kicsit felújítani. Ez a Magyar Falu program, és ezzel kapcsolatban van még egy temetőfelújításos pályázatunk, ez egy LIDER támogatottságú, 4 millió forintot kaptunk a ravatalozónak a felújítására, úgyhogy most itt a nyilázzárók, teljes infrastruktúrális felújítás alatt lesz a ravatalozó. Lőczi Lászlót kérdeztük az elmúlt 14 év sikereiről. Szerényen azt válaszolta, mindenért meg kellett küzdeni, ami ma a faluban látható. Mire vagyok legbüszkébb? Hát, szinte mindenre. Aki tudja a kis településeknél, hogy mennyire nehéz hozzájutni dolgokhoz, mennyit kell lobbizni, vagy éppen testületet az embernek maga mellé állítani, vagy éppen az embereknek a véleményét, mindenre büszke vagyok. 14 év alatt, hála Jóistennek, sikerült elég sok mindent elérnem, a tűzi víztározótól kezdve az új úthálózatunktól végig, most ugye a ravatalozó, vagyis a temető is, ugye az mindenkinek egy olyan pont az életében, ahol ugye le fog zárulni mindenkinek az élete, nagyon sok embernek hozzátartozója nyugszik itt, annak a rendbetétel is nagyon fontos, szinte minden fontos. Amit el tudtunk érni, mindennek örülünk. Mi a kicsitől a nagyig mindennek. És reméljük, hogy még ha nem is nagy dolgokba, de sok kis dolgokkal tudjuk itt egy kicsit életőbbé tenni a települést.